We knew it will be a really tough match because Budaörs always, when they play, especially under pressure and against better teams, they really show good performance. And you know, after difficult rhythm what we had, you know, national team week, cup match against Watson, and also today, we didn't have so much time to prepare. And I think that Budaörs played today not on 100%, and also I think this result is not really enough, because they made a lot of rotation and against congratulations also for the future. I know they have also a young team, but on the end I'm really happy that we win, because for this was our really important match, because if you want to make our world sixth place, we cannot make mistakes. Figyelj, az Eurós Bregár szavait tudtuk, hogy egy nagyon nehéz mérkőzés vár ránk, a Budaörsi remek teljesítményt képes nyújtani a végpályó csapatok ellen, nyomás alatt is nagyon jó játékra képesek. Ezen felül a válogatott hét után nagyon sűrű a program, több mérkőzésünk is volt, úgyhogy igen, nehéz volt a felkészülés a találkozón. Én úgy gondolom, hogy ezért a Budaörs most már nem volt 100%-os, és ez a 9 gólos eredmény egyébként túlzó, nincs is ennyi a két csapat között, de összességében nagyon örülök, hogy nyertünk. Ahhoz, hogy elérjük a céljainkat, ahhoz mindenképpen ez egy nagyon fontos két pont volt. És sok sikert kívánok a Budaörsnek, és gratulálok neki. A Siófok KC játékos ette már a másságot is, kérem, hogy értékeljen. Szóval sem tudom, please give your opinion. Thanks for the word. I would like also to congratulate to Timo Budaörs. It's not a secret that in the first half we were not on our highest level, but on the other side I think it's a little normal after this cup match on Wednesday when we lost really a lot of energy. But I'm happy that in the end we show again that we are a good team, that we are progressing, and I hope that we will continue like this. Úgy gondolom, hogy az első fél időben nem tudtuk megmutatni a valós arcunkat. A hétközi kupa mérkőzés az nagyon sok energiát kivett belőlünk, úgyhogy talán ennek is volt ez a köszönhető, de összességében nagyon örülök neki, hogy aztán tudtunk váltani, és meg tudtuk mutatni, és folyamatosan mutatjuk azt, hogy fejlődünk, úgyhogy örülök a győzelemnek. Átadom a szót a Majra Budaörsemből vezetőedzőjének, Budai Dániel. Köszöntök mindenkit, gratulálok a Siófoknak a mérkőzéshez. Az első fél időben én úgy gondolom, hogy jól játszottunk, tehát amire én gondoltam, azt tartottuk, azt az eredményt és azt a pozíciót, és hát a második fél idő elején ott gyakorlatilag emberölőnyben kezdtük a mérkőzést, kikaptunk 3-0-ra, az a 4-5 gólt, azt cipeltük végig a mérkőzésen. Voltak fontos hiányzóink is sajnos, bízom benne, hogy jövő héten már mindenki egészséges lesz, és tudunk normálisan dolgozni tovább. Ebben a mérkőzésben ennyi volt a sérülteknek, akik jönnek vissza, nekik is itt a végén tudtam játék lehetőséget adni, lehet, hogy ez is fontos lesz majd a továbbiakban, és hát csináljuk tovább a dolgunkat. Igazából ennyi, jó utat, és további sok sikert kívánok. Szeretnék én is gratulálni a Siófoknak. Hát ugyanazt tudom mondani, amit a Dani, hogy az első fél időben tök jól játszottunk, aztán az öltözőből nem tudom, hogy jöttünk ki, de valahogy teljesen más felfogásban kézilabdáztunk. Rengeteg technikai hiba volt, nem állt össze se a védekezés, se a támadás, de nekünk most menni kell tovább, jövő héten nagyon fontos mérkőzés vár ránk, úgyhogy mi erre készülünk.